A gyerekek és a táborozók egész nyáron folyamatosan jöttek, és csodák születtek itt a fazekas alkotói műhelyben. Nagy örömünkre szolgált, hogy nagy részét ki is tudtuk égetni, és haza tudják vinni majd a gyerekek, mondta Esznagy István. Nagyszerű nyarunk volt fazekaskodás és kézműveskedés szempontjából is. A gyerekek és a táborozó egész nyáron folyamatosan jöttek, és csodák születtek itt a fazekas alkotói műhelybe. Úgyhogy nagy örömünkre szolgált, hogy nagy részét ki is tudtuk égetni ennek, és haza tudják vinni majd a gyerekek. Voltak a csoportokban kis tehetségek, de volt, amikor nagymamák, nagyszülők jelentkeztek be az unokákkal. Ez időhöz van mérve, tehát ha van nekik, mit tudom, 10-15 főre van 2 óra hosszájuk, vagy 1 óra hosszájuk, volt olyan csoport is, akkor természetesen a tárlatvezetést rövidebbre fogjuk, egy 10-15 perces tárlatvezetés után már jövünk ki agyagozni, és utána ez, ha nagyon gyorsan elrepül ez az 1 óra hossza, így van odabent a ihlet, történik meg a gyerekeknél, elmondom neki az összes olyan funkciót, amit ezek a fazekas tárgyak képviselnek, és régen használati tárgyak voltak, és ők megpróbálják reprodukálni az ő ügyességük szerint, és nagyon jól sikerült tárgyak. A kiégetett alkotásokat hamarosan megkapják a készítőik különböző módokon. A helyi csapatoknak ugye túlnyomó részt karcagiak, nyilván telefonon értesítünk mindenkit, hogy elkészültek a tárgyak. Van, aki a magánszemély érdeklődik már önállóan, hogy már kész vannak a tárgyak. Ma is várunk már gyerekeket, akik jönnek a szülőkkel együtt és elviszik a tárgyakat. Iskolák, óvodák ugye szervesen bekapcsolódtak ebbe a programba. A vidéki, tehát nem karcagi, hanem más városokból való csoportok viszont postai úton van, aki autóval jön érte. Tehát ez változó, mindenki, ahogy meg tudja oldani úgy. A gyerekeknek az is érdekes, hogyan főztek régen a nyitott kéménynél, vagy hogy égették ki a kerámiát. Természetesen minden ilyen dolgot elmondok a gyerekeknek, használati edényekről beszélgetünk, hogy miért olyan alakú az az edény. Elmondom nekik, hogy itt Karcagon ugye a város büszkesége, Kántor Sándor egyedüli Kossuth-díjas fazekas az egész országban, ugye természetesen a ovisok a legügyesebbek. Tehát bocsánat az iskolásoktól, de ők a legnyitottabbak, és gyakorlatilag az iskolások pedig az első fél óra félénk a csoport, de azután meg alig akarnak ők is hazamenni, mert belejönnek ebbe a dologba, és rájönnek ennek az ízére, hogy mennyire jó kézműveskedni. A télen is lesz lehetőség majd az alkotásra. A kézművesség iránt érdeklődőknek a nyitvatartásról majd tájékoztatják a lakosokat.